Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a kevesebb, mint egy év múlva érkező Deadpool 3 lesz a téma, ugyanis elég sok izgalmas teória látott napvilágot az utóbbi hónapokban, plusz a film megjelenését is jóval előrébb hozták május 3-ára, szóval kijelenthetjük, hogy talán még idén érkezhet hozzá egy előzetes, ugyanis javában már zajlanak a forgatások, és nem kiabálom el, de egyelőre az Zero Strike sem érinti, szóval minden van. A Deadpool 3-ról beszélünk, elkerülhetetlen, hogy szóba kerüljön, hogy mely karakterek térnek vissza. Az első ilyen karakter, aki biztos lett az Logan, és ő nem csak egy kamera hanem vas szerepet fog a filmben, nem véletlen az a munka címe, hogy Deadpool és Logan. Ezzel már a rajongók egy régi álma fog valóra válni, és a multiverzum az nagy szerepet fog betölteni, így hasonló kalandra számíthatunk majd, mint a Doctor Strange 2-ben, vagy épp a Nové ban De lehet, hogy még ezeknél is elborultabb lesz. De Logan-en kívül több karaktert is pletykálnak a Foxman szériából, a két legikonikusabbat is, Patrick Stewartot és Mekkelen karakterét is plegykálják, tulajdonképpen azóta, mióta bejelentették Logan visszatérését, és nem alaptalanok ezek a pletykák, ugyanis Stewart azt nyilatkozta a Comic Booknak néhány hónapja, hogy a Dr. Strange 2 után azt az utasítást kapta, hogy legyen készen létben a Deadpool 3 forgatása alatt. Ezen plegykákra alapozva egy Reddit felhasználónak van egy elég beteg elmélete, hogy milyen történetet adaptálhatnak a filmbe, és ebbe X professzor és Magneto tökéletesen beleillik. Van egy karakter, akit úgy hívnak, hogy Onslaught, aki egy X-Men főgonosz és élőszereplős formában nem volt még adaptálva. Képregényekben Magneto és Xavier elméjéből alakult ki, pontosan úgy, hogy Xavier bekerült Magneto elméjébe, és Magneto megrontotta a Xavier tudatalattiát, és ennek eredménye lett ez az entitás akinek az a célja, hogy az embereket és a mutánsokat egyesítse. Egy elég izgalmas gonoszról beszélünk, ugyanis ő olyan karakterekkel fogott össze a képregényekben, olyan karakterek álltak mellé, mint például Wolverine vagy épp Jean Grey. A Onslaught magneto emberiség után érzett gyűlölete és Szévior elfolytott haragjának az eredménye, keveréke, olyan gonosz, aki képes eltörölni az elméket, manipulálni a valóságot, tökéletes gonosz egy multiverzumi filmhez. A képregényekben olyan erős lett ez a karakter, hogy az X-meneknek össze kellett fogni a bosszúállókkal és a fantasztikus négyesen, hogy meg tudják állítani, és ennek egy multiverzumi katasztrófa lett a vége. És érdekesség, hogy ebben a történetben nagyon nagy szerepet játszik a Fantasztikus négyes, és akár a Deadpool 3 megalapozhatna ennek a filmnek, ugyanis a képregényekben azt a multiverzumi katasztrófát, amit okozott az a történet, azt a Fantasztikus négyes, azon belül is Reed Richards hozta helyre, és akár a Fantasztikus négyes film foglalkozhatna ezzel is, pont bele is illik a nagy egészbe, hisz multiverzum szágát, és a bosszálok film előtt jön, szóval pont beleillene, hogy az a film a multiverzumokkal foglalkozna, és akár így kerülhetne be a Fantasztikus négyes filmben is keng, hogy ott nem csak a multiverzumok közt, hanem az időben is utaznak, szóval szerintem ez így pont vele illene a nagy egész. Amúgy is Kevin Feige úgy fogalmazott, hogy a csapat oszlopos tagja lesz, az MCU-nak nagy kihatással lesz majd így a jövőre nézve, és gyanúsan közel volt a keng dinasztiához. Oké, most már a keng dinasztiát csúsztatták 2026-ra, de az eredeti tervek szerint csupán néhány hónap különbséggel jelentek meg volna. Szóval ez a történet így mindenképp egy erős kezdés lenne a csapatnak. Szerintem erre nagy esély is van. Most már igazából csak abba kell bíznunk, hogy nem fogják csúsztatni a filmet az Zero Strike miatt, de egyelőre pozitívan állhatunk hozzá a dolgokhoz, ugyanis a többi Marvel filmmel ellentétben ezt nem csúsztatták, nem fél évvel előrébb hozták, szóval ezek mind arra utalnak, hogy tényleg minden van, nagyon jól haladnak a forgatásokkal. Ami talán ilyen picit negatívabb hír volt a forgatással kapcsolatban, az az, hogy Ryan Reynolds nem improvizálhat, de ezen kívül tényleg semmi a leghitelesebb forrás szerint is ugyanúgy erbesorolású lesz a film, szóval ez miatt se kell aggódnunk. Kommentben mindenképp írjátok le, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogy hogy szerintetek kik térnek vissza, vagy hogy mit vártok a filmtől. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. A tetszett a videó, nyomjatok egy lájkat és iratkozzatok fel. További szép napot. Sziasztok!